Szép estét kívánok, köszöntöm Paletta Kulturális Magazin műsorunk valamennyi nézőjét. Barokk Mennyország című tárlatról már hallhattak itt a Fehérvár Televízióban, a Paletta Magazinban is foglalkoztunk már ezzel a témával. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, valamint a Szent István Király Múzeum a Csók István képtárban mutatja be a Székesegyház barokk kincseit, nem is akárhogyan. Erről is szót ejtünk stúdiónk vendégével, a Szent István Király Múzeum részéről itt van velünk Győr Attila. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget, jó estét kívánok! Ugye most már egy ideje látogatható a kiállítás, de hogyha egy rövid, tömör gondolatsorban kéne összefoglalni, akkor mi ennek a kiállításnak a fő üzenete, a fő jelentés tartalma? Mert más szóval nehéz összefoglalni. Ugye a 2018-as év az a város kiemelt éve, a barokk év. Valószínűleg kevesen tudják, hogy ez pont a Székesegyház miatt került 2018-ra, hiszen 1768-ban fejezte be a Székesegyház díszítését az a művész kollektíva, ami a kor jeles művészei berődött össze. Ennek az emlékére van tulajdonképpen a 2018-ban Székesfehérváron barokk év. És hát akkor mivel tudnánk természetesen tisztelegni jobban a barokk előtt, ami egyébként egy fantasztikus művészeti stílus szerintem, mint magának ennek a kincsnek, ennek a művészeti együttesnek a bemutatásával. Ugye ehhez kapóra jött az, hogy pont 2018 második felében kezdődik meg a Székesegyház rekonstrukciója. Így tulajdonképpen lehetőségünk volt, mégpedig ez soha vissza nem térő lehetőség, hiszen ezek a kiállított tárgyak 1768 óta nem hagyták el a Székesegyház területét, hogy magukat a tárgyakat kihozzuk a Székesegyházból. Tehát ez ebből a szempontból már egy unikális alkalom, hogy közvetlen, közelről, egészen más kontextusban bemutatva lehet látni a műtárgyakat. De ez csak az egyik része a dolognak. Természetesen meg lehet ismerni a Székesegyház építés történetét, ami ugye azon túl, hogy plébánia templomként épülve egy templomépítés, azon túl egy nagyon-nagyon jelentős dolog a város történetében, hiszen a török rabság után, 1688-as visszafoglalás után talpra álló város életében először egy nagy plébánia templom épül itt, már más templomok épültek egyébként, de egy nagy plébánia templom épül itt, ami aztán egy pár évvel később székesegyházi rangra emelkedik 1777-ben, 78-ban pedig megérkezik Szent István erekjéje a templomba. Tehát 10 éven belül három óriási jelentőségű esemény is történik ennek a kis, egyébként középkori eredetű, zárójeles megjegyzés, épp most kutatjuk a középkori történetét, ássák a kollégáim Reich Szabina vezetésével az épületben a középkori maradványokat, és ezekről is majd érdemes lesz a jövőben, még nincs lezárva az ásatást szót ejteni. Hát egyrészt maga az intézménynek, ha így nevezzük, a Székesegyház plébánia templomnak az építés történetése alatt nem izgalmas. A harmadik, ami miatt pedig érdemes eljönni erre a kiállításra, tudom, hogy tényleg ezek egészen fantasztikus alkotások. Ezen a kiállításon kísérletet teszünk arra, hogy magát az egész kontextust, amiben ezek a műalkotások elhelyezkednek, itt azt mutassuk be. Tehát hogyan épül föl egy templomban anyagból, tehát vászonból, festékből, fából, kőből, márványból egy földi mennyország, vagy egy égi mennyország földi mása. Tehát hogyan jön le a földre a mennyország, hogyan ígéri meg a hívőknek, a templomba lépőknek azt, hogy hova kerülnek, milyen utat kínál a kereszténység számukra. Ez egy hihetetlen összetett program, és ezt a kurátorok, a kiállítás kurátorai, Gajer Hoffel Kovács Gábor és Nagy Veronika, akik egyébként magát a Székesegyházat is kutatták évekig, ennek az ikonográfiának a teljes feltérképezését végezték, ők itt ezt úgy mutatják, hogy gyakorlatilag mindenki átélheti ebben a kiállításban, itt most 250 évvel később. De a barokkra amúgy is a művészetben ez a liturgikus meg a vallásosság megjelenítése egy ilyen külön említésre méltó pont, hogyha végignézünk a kiállítási anyagon is. Hát ugye a barokkot szokták úgy hívni, hogy az ellenreformáció stílusa, ennél a barokk sokkal több természetesen, de valóban a barokk egy kísérlet a középkor reneszánsz által kicsit megtépázott keresztény világképének helyreállítására. Tehát az utolsó olyan kísérlet, amikor ezt a keresztény tökéletes világképet, ezt újból visszahozzák az emberek életébe, egészen más eszközzel, mint a középkorban, sokkal hatásosabb, ugye sokszor szokták mondani, hogy tolakodóan hatásos, vagy túldíszített, csicsás, ilyesmi kifejezéseket szoktak a barokkkal kapcsolatban hozni. Valóban egy fényűző módon
hozzák vissza az emberek életébe ezt az érzést, ezt a tökéletes keresztény gondolatkört, azaz a mennyországot, a barokk mennyországot. Tehát tulajdonképpen ez az utolsó kísérlet, ezután következik a felvilágosodás, és nem történik ez meg többet, hiszen bejönnek más eredmények, amik miatt ezt már nem lehet visszahozni. Hogy a kísérlet sikeres volt-e a barokkban, arról sokat vitatkoznak egyébként eszmetörténészek, de hogy a művészi megvalósítás az egészen különleges utakat tudott létrehozni, mint például Székesfehérváron, azt ez a kiállítás is kitűnően bemutatja. Innen megyünk, folytatjuk majd hamarosan, de akkor nézzünk meg, már annyit beszéltünk erről a kiállításról, egy kis filmrészletet a Bazilika 250 címet viselő Fehérvár televíziós munkából. Ez 50 éve mozdítatlanul álló műtárgyak kerülnek testközelbe a Csók István képtárban. A 100-nál több barokk festmény, szobor, ötvös tárgy és egyéb műtárgy nagy része mindeddig a Szent István bazilikában volt látható, több méter magasban. Ennyire közelről tulajdonképpen még mi sem láthattuk, a restaurátorok, művészettörténészek is csak most nézhetik meg hátulról a szobrokat, hogyan voltak rögzítve, hogyan voltak elkészítve. Az egész magyar barokk művészet szempontjából egy kiemelkedő műemlék. Szakítva a hagyományokkal, a tárlat a látogatókat a műtárgyak közvetlen közelébe engedi, a 21. századi technika pedig bemutatja mindazt, ami a kiállítótérben nem fért el. Kezdődött a székesfehérvári Szent István Székesegyház felújítását előkészítő kutatási projekt. Ez majdnem több mint fél évig zajlott. Körülbelül 20 szakember dolgozott benne, restaurátorok és legkülönbözőbb műemlékvédelmi szakemberek. A célja az volt ennek a kutatási programnak, hogy a tulajdonos, a székesfehérvári egyházmegye minél jobban, minél pontosabban elő tudja készíteni azt a több évig futó restaurálási programot, amire támogatást kapott. Amikor ez a kutatás lezárult, akkor Smuhai Andrással, az Egyházmegyei Múzeum igazgatójával összegeztük a kutatási eredményeket, és hát láttuk, hogy annyira érdekesek, annyira jók, hogy ebből érdemes lenne egy kiállítást is csinálni, és akkor jött a lehetőség, amikor Püspök atya úgy döntött, hogy bezárják a székesegyházat a restaurálás idejére. Ekkor a műtárgyak tulajdonképpen felszabadultak, és lehetőség nyílt arra, hogy elhozzuk őket, és tényleg szinte kézzel fogható közelségben megmutassuk a látogatóknak. Mindazokkal a tudományos eredményekkel, magyarázatokkal, amik az eddigi kutatások során előjöttek. Nos, hát ez egy rövid kis ízelítő volt, de a Média Centrum YouTube csatornáján megtekinthető az egész fél órás film is, ahol nagyon sok izgalmas részletekkel, amit említett is a feltárásról, vagy a templom bejárásról, a bazilika bejárásáról is láthatnak még izgalmas képsorokat, és hát nem tudom, hogy milyen visszajelzések jutottak el a kiállítás kapcsán önhöz, vagy a múzeumhoz, de mondjuk az én ismeretségi körömben mindenki egyrészt attól nagyon-nagyon el van ájulva, hogy valóban test közelben vannak ezek a műtárgyak, teljesen más részletekre lettek figyelmesek, mint mondjuk bent a bazilikában ugye fel sem tűnt nyilván, meg az a 21. századi technika, amit beleültettek ebbe a tárlatba, az is mindenkit lenyűgözött önnek. Milyen tapasztalatai vannak, mit mond a látogató? Hát ugye kicsit én elfogult vagyok, ez nekem szívügyem volt ez a kiállítás. A barátaim Smuhai András, Gály, Röfer Kovács Gábor, Nagy Veronika készítették, tehát ez már nyilván elfogultá tesz. De azt gondolom, hogy a visszajelzések hát egészen különlegesen pozitívak.
De talán nem is ezt mondanám, hogy milyenek a visszajelzések, mert általában azért a visszajelzések jók szoktak lenni. A számomra az egyik legmeglepőbb élmény az volt, amikor többször is jártunk a kiállításban, próbáltunk szép fotókat csinálni a reklámanyaghoz, az elkészült kiállításban, és arra lettünk figyelmesek, hogy három gyerek, két fiú és egy kislány már állandóan belerohangálnak a képeinkbe, mert rajzolgatnak, írogatnak, ugyanis van egy rejtvény, amit meg lehet fejteni a kiállítás során, egészen különleges, tényleg ilyen Da Vinci kódszerű, cimbálkód néven futó játékszerű dolog. És a gyerekek ezt és a kiállítást végignézve, kb. Másfél órán keresztül ott voltak ebben a kiállítási térben. Tehát, hogy egy kiállítás, amely tényleg valóban nagyon szép, reprezentatív megjelenésű, gyönyörű műalkotásokat sorakoztat, az még a gyerekeket is leköti legalább egy órára, másfélre, mert amíg ezek a gyerekek tényleg addig ott voltak, és másoknál is látom, hogy ott vannak, akkor az azt kell mondjam, hogy az jól sikerült. És ez itt egészen biztosan bejött, nem véletlen, hogy aztán a kiállítás reklámanyagára is ez a három gyerek hátulról, természetesen a személyiségük szigorú betartásával kerülnek, ahogy éppen a kiállításban szórakoznak, játszanak, élvezik, remélem, hogy mind a három igaz volt rájuk, tehát hogy ez biztosan nagy siker. Önmagában tényleg akármelyik több szoborról is voltak közeli képek, meg a festményekről is, hát ezek kimagasló műalkotások. Tehát a 18. század közepi Székesfehérváron a magyar-osztrák, hát inkább osztrák, természetesen az osztrák művészet krémje dolgozott, tehát azért ez nagyon jól látszik. Tehát mondom, hogy nem véletlen Cimbálkód sem a játéknak a neve, hiszen ő is egy kiemelkedő. Igen. Aki egyébként az utóbbi időben derült ki róla, hogy mennyire önálló, mennyire saját világ, mekkora műveket alkotó festőről van szó, Sümegtől Nagyváradig dolgozott, csak a magyarországi munkái. Tehát, hogy ez azért látszik, ez átjön. Tehát tényleg az Ábrahámról szoktuk mondani, hogy gyakorlatilag olyan, mint a Michelangelo Mózese Rómában. Tehát ugyanazt a színvonalat hozza. Tehát ezek önmagukban is már így fantasztikus alkotások. De visszajelzésekre azt hiszem, hogy mindenki úgy jött ki, hogy ez valami tényleg fenséges. Ugyanis a kiállításnak egy kicsit ez is a célja volt, hogy ne csak névben, meg címben idézze meg a barokk Mennyországot, hanem hogy lehessen ebből valamit átélni. Tehát hangokkal, zenékkel alátámasztva, visszaidézve azt a csillogást, azt a pompát, amit egyébként szerintem majd a helyreállított székesegyházban újból át lehet élni, mert azért 250 év alatt megkopott a székesegyház, de most helyre szállt, akkor ismét ugyanaz a barokk pompa, hiszen Isten dicsőségére készül a templom, és ahhoz pedig minden pompa illik, és méltó, és szükséges. Ezt át lehet élni a kiállításon szerintem. És aki bejön, ez valóban, mintha valaki egyébként mondta is, hogy ez mintha egy megszentelt tér. Nem, tehát ez egyáltalán nem, csak annyira kijön. Hát a szakralitás átjárja az egészet. Az egésztől, hogy ez egészen lenyűgöző. De mondom, ez mint összművészeti alkotás is egészen fantasztikus, de ebből a szempontból is érezhető. És hát érzik is a látogatók szerintem. Jöjjenek minél többen. Igen, és hát ugye ezt októberben még megtehetik, hiszen októberben van nyitva a tárlat, sőt, hogyha jól rémlik, akkor pont a szerdai napon, október 3-án 17 órától tartanak majd ingyenes tárlatvezetést a kiállításban. Igen, de ez egy sorozat igen, lesz. Igen, egy sorozat lesz, most már, tehát ez holnap van. Holnap délután 5-kor mindenkit várunk szeretettel, a többi időpontot is pedig közölni fogjuk a hírlevelünkben, felületeinken, minden héten lesz még nyilvános vezetés is. Tehát akkor érdemes lesz már ezért is nézni ezt, a múzeumnak igen. Például a honlapját. Más kiállítások miatt is, és hogyha már más kiállításokat érintettünk, akkor nem csak ez az egy tárlat, kiemelkedő tárlat van most, ami látogatható a Szent István múzeum kiállító helyén. Igen, szerintem van most nagyon jó kiállításaink vannak. Ugye most már viszonylag régen fut, de ebben a hónapban szintén gyakorlatilag lezárul a kecskeméti művésztelepről szóló a magyar 20. század elejé festészet legjobbjait felsorakoztató tárlat. Most nyílt meg egy kis kamara kiállítása a Fekete Sas patikában, az Adoremus Dominum, tehát az Imádjuk az Urat címmel. Ezek imádságos könyvek, hát egészen különleges érdekességeket sorakoztat fel személyes és könyvészeti érdekességeket sorakoztat fel ez a tárlat, mindenkinek nagyon javaslom, és még egy hétig, 14-éig látható Gosztola Kitti Rumináció című a mai környezet és az ember közötti kapcsolatnak egy nagyon furcsa, az antikvitással összevetett
ábrázolása, tehát miben változott meg az antik ember és az antik környezet, és a mai ember és a mai környezet változása, vagy viszonya egymáshoz, hogyan, és hogyan válik ez művészetté. Ez tényleg egy nagyon kiváló kritikákat kapott kiállítás, ez is rendkívül elgondolkodtató. Mindenkinek nagyon szívesen, mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom mind a négy kiállításunkat, mind az ötöt, második Andrásról nem is beszéltem, de az már közismert. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a meghívást. És akkor stílszerűen szintén egy Szent István Király Múzeumhoz, mégpedig a Pelikán Galériához tartozó kiállítással búcsúzunk itt a Paletta Kulturális Magazinban, Substancia címmel nyílt kiállítás, úgyhogy a mai nap a kiállításokról és a Szent István Király Múzeumról szólt. Köszönöm, hogy itt voltak még egyszer. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szellős és könnyed festmények, karakteres, morózus kerámiák a kiállító térben összetalálkozik és egységet alkot egymással a kép és az anyag. Ez a Substancia címet viselő tárlat, melyen közösen mutatkozik be Szécsi Katalin Zsé festő és Szarka Tamás keramikus művész a Fehérvári Pelikán Galériába látogatóknak. Egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg ez a kiállítás, jött egy felkérés, egy lehetőség. Én jelentkeztem, és ehhez szóltam a Szarka Tamás kollégának, a művész kollégának, tanár kollégának, és ő azt mondta, hogy rendben, mehet. Együtt dolgoztak, vagy a művészetük ennyire párbeszédben, vagy párhuzamban áll egymással? Mert olyan, mintha belépünk a kiállító térbe, mintha ez egy ilyen egység lenne tényleg. Nem, olyan titkosan dolgozott ő is, és titkosan dolgozom én is, tehát nem volt semmilyen összehangolódás ilyen szempontból, hanem vagy egy életkornál, vagy az életkor hasonlósága, vagy hogy a munkák során hasonló élethelyzetekbe kerülünk, formálódunk, vagy a világ egyformán hat azonos korú emberekre, és biztos, hogy van egy rejtett tartalma, hogy lelkileg van valami a finomságok iránt, egyfajta érzékenység színekre, hát a formákra nem mondhatom, mert az egyik kerámia, a másik festmény, tehát az egyik egy háromdimenziós, a másik egy kétdimenziós, síkművészet, de valahol biztos lappang egy ilyen közös ér, vagy egy ilyen közös lelki azonosulás a dolgokkal. Nyitottak a képek a kerámiák iránt? Hát szerintem a képek inkább beengedik a tárgyakat, tehát ezeket a háromdimenziós tárgyakat, és ahogy korábban mondtam, hogy a képeim esetében van egy ilyen szellősség, és ebbe a szellőségbe beengednek a képek szellősége, ezeknek a tömött, nehézkesebb kicsit, tehát nem tudom, hogy maguk a tárgyak mennyire nehezek, vagy mennyire, de a formájuknál tekintve mindenképpen ilyen picit tömött, nem egy dinamikus, romantikus tárgyakat kell elképzelni, és úgy gondolom, hogy át tud járni ezen a képi világon ez a kerámia. Ugye említette, hogy ez a nyitottság, ez a szellősség jellemző az ön munkáira, illetve hát nekem egy ilyen valahogy ilyen könnyed, lágy, nagyon-nagyon finom érzetet kelt, ez jellemző az ön művészetére amúgy is? Hát ez az elmúlt 10 év időszakából kiemelt, vagy elhozott képeknek egy összessége. Nem, tehát ilyen 10 évente a forma nyelvemet meg szoktam újítani, de úgy néz ki, hogy ez egy ilyen maradó dolog. És ez a szellőség, ez inkább a világ egyre nehezebb, egyre súlyosabb, egyre több probléma van, és lényegében ezek ilyen menekülési utak. Tehát, hogy az érzelem, az ember lelke szeretne olyan dolgokat keresel, egy picit ki tudja nyitni, azzal vesz egy nagy levegőt, sóhajt, tehát, hogy így tudnám összefoglalni nagyjából, hogy könnyebbé teszi a világnak az elfogadhatóságát, vagy a problémáit. Milyen technikával alkot szívesen, mi jellemzőre? Ezek gesszóval készülnek, ettől egy picit ilyen freskós hatásuk van, tehát nem festőszert használok, hanem ezt a bizonyos freskós anyagot,
ez egy picit ilyen messzes, tompa, halvány, tehát mindent át tud mosni, mindent egy picit átderít, és összevonná az összes formát, dolgot, és ezáltal egy ilyen képi egységet tud alkotni vele. A festőművész technikai megoldásainak köszönhető, hogy munkái freskószerűnek tűnnek, a festmények nyitnak a tárgyak felé, s azokkal egészé válnak. A két kiállító művész egymástól teljesen külön készült a tárlatra. Szarka Tamás keramikus szeret új formai megoldásokkal kísérletezni. A legutóbbi hónapok termését láthatják a kiállításon. Próbáltunk valami előzetest, ilyesmit megbeszélgetni, de ez nem megy. Tehát két művésznél én úgy tudom, vagy úgy gondolom, hogy ez igazából nem működik. Én is csinálom a magam dolgait, Katalin is festi az ő képeit. És azt éreztem, hogy ez csak jó lehet. Tehát valójában azt gondolom, hogyha két minőség találkozik, akkor abból csak valami jó születhet. Volt egy korábbi közös hasonló szituációnk, amikor Szegeden állítottunk ki, akkor is tulajdonképpen a kiállított térben találkozott a két anyag, és abba bíztam, hogy ez most is. Ráadásul ugye itt egy férfiről és egy nőről van szó, tehát már azért van két alap karakter, ami nagyon különböző, vagy legalábbis van még ilyen. És én biztos voltam benne, hogy ez egy szerencsés minőségi találkozás lesz. Ugyanakkor a különbözőség mellett azért vannak közös vonások is az életpályában, talán ez is erősítheti ezt az együttes hatást, amit itt tapasztalhatunk? Hát nyilván, hogy ugye elég régóta a tóparti művészetiben gyűrjük, csavarjuk, alakítjuk, szeretjük a diákokat, és hát bár az ottani találkozások viszonylag keveset szólnak szakmai dolgokról, ott inkább a napi problémák, vagy éppen mindig a diákokról beszélünk, hogy lehetne még jobban csinálni a dolgot, az miért úgy viselkedett, és így tovább. Tehát az egy ilyen látens, egy ilyen észrevétlen kapcsolódás. Itt ugye a kiállító térben egy kicsit azt érzi az ember, ezt a férfinői szerepet is telefelelősítve, hogy vannak ezek a nagyon finom, lágy, szellős képek, és akkor mellette pedig ott vannak ezek a robosztus, masszív objektek. Igen. Hát abszolút jól látja, hogy ez a két karakter nagyon direkt módon megjelenik, és ennek örülök, hogy ez így történt. Az én munkáim teljesen frissek, az utolsó néhány hónap terméke vagy munkája. Egy hosszabb gyötrődés vagy egy ilyen útkeresés, mert én nem nagyon szeretek ráállni egy pályára vagy egy stílusra, egy formai megoldásra és így tovább, hanem mindig beengedem vagy szeretem az új dolgokat. És hát ez egy régóta édédelgetett gyerekkori élmények, tulajdonképpen ezek a gőzgépek, amik még a korai technológiával készültek, ezekkel a szegecselésekkel, durva lemezekből, meg alkatrészekből. Ráadásul Oroszlányban éltem egy jó ideig, a bánya ugyanezt nyújtotta, ezeket az embertől elrugaszkodott méreteket és erőket. És akkor megéreztem, hogy ez az anyag, ja, és ez még kapcsolódott egy németországi utazáshoz, ahol egy templomnak egy oldalajtaja volt így lemezekből megerősítve, összeszegecselve. És akkor néztem, hogy úristen, hát ez az a nyelv, és ez az a dolog, amit én meg szeretnék csinálni erre a kiállításra. Így alakult ez. A szelíd lágy vonalak és a határozott kemény formák megmutatják a kettősséget is a derűs felszín és a mélyebb tartalom között. Az alkotásokon keresztül direkt módon rajzolódik ki két karakter, a férfi és a nő.